Lakatos László az első magyar cigány sztendapos Magyarországon. A Duma Színház társulatának tagja a színpadon eddig is sokat és őszintén szólt a cigányságról, arról, hogy az emberek is merjenek beszélni róluk, és ne csak negatív hangsúlyjal. Én pont azon vagyok, hogy a negatív beregződéseket, meg sztereotípiákat próbáljam lerombolni. Így a színpadon is első körben erről beszéltem, mert ott kötelező volt, hogy elmondjam, hogy milyen a másik oldal. Manapság beszélek másról is, de mivel ez az identitásom része, ezért a ez számomra megkerülhetetlen. A humorista volt az első vendége annak a példaképek című sorozatnak a Kecskeméti Katona József könyvtárban ma délután, amelynek köszönhetően a cigány fiatalok kaphatnak útmutatást a jövőjüket illetően. Szerintem nem csak a cigány fiatalokhoz kell szólni, nekem. Evides, hogy hozzájuk első sorban, vagy első körben hozzájuk, mert, mert én is közéjük tartozom. Azt, hogy most jelenleg itt vagyunk, és itt többnyire fiatalok vannak, ez nem nekem köszönhető, hanem a, a Ralf Robert volt, aki engem lehívott ebben az eseményre, ez a példaképek nevű esemény. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és én erre természetesen azonnal igent mondtam. A humorista szerint a kommunikációval és a tényleges tapasztalatokkal lehet feloldani azt a feszültséget, amely a romai és nem roma származásúak között zajlik. A példaképek című sorozatnak köszönhetően még három alkalommal találkozhatunk olyan roma származású példaképekkel, akik segítik ennek a problémának a feloldását.